Göde József vagyok, mentőtiszt. 2017 óta vagyok a Rotary Klub Sopronnak a tagja. Az elmúlt években voltam kincstárnok, titkár, és a legutóbbi év elnöke is voltam. Számomra a Rotary Klub azon túl, hogy egy kitűnő baráti társaság, tradicionális, klasszikus értékeket képviselő baráti társaság, aminekben lenni minden perce élvezet. Azon túl pedig egy olyan szellemi műhely is számomra, hogy az a tevékenység, amit a klubunk végez, az a fajta karitatív tevékenység, amit mi végzünk ebben a szellemi műhelyben, úgy tud kiteljesedni, hogy mivel az élet minden területéről vannak klubtagok, majdnem minden területéről, éppen ezért az ő tapasztalatukkal és az ő gyakorlatiasságukkal nagyon-nagyon sok probléma megoldható, megvitatható, és én úgy gondolom, hogy az egyik leghatékonyabb, az arculatunknak megfelelő leghatékonyabb karitatív tevékenységet tudjuk végezni. A Rotary Klub Sopron tagjai mind társadalmi munkában végzik ezt tevékenységüket, a klub tevékenységét. Éppen ezért mindenki nem csak anyagi pluszt vállal, anyagi terhet vállal azáltal, hogy ami a klubtagsággal jár, hanem a saját munkáját is beleteszi, és ettől még nagyobb értéke van azoknak az eredményeknek, amiket elérünk a klubtagság során, és hát egyáltalán a baráti társaság során. Azon túl a klubba bekerülve, hogy sok embert ismer az ember, még azon felül is barátságok szövődnek, különböző tagokkal, különböző mélységű barátságok alakulnak ki, és ettől még nem csak egy klub élet folyik itt, hanem egyfajta baráti társaság, és a klub életen túl az élet, ha lehet ezt mondani, a klub életen túli életben is egy összetartó, stabil baráti kapcsolat is működik a tagok között. Egyszerre barátság, és egyszerre karitatív munka, és egyszerre szellemi műhely. Most már én 30 éve vagyok tagja ennek a klubnak. 30 év alatt elég sok minden történt. Sok régi tagtárstól kénytelenek voltunk elbúcsúzni, és sok új jött. Új barátságok kezdődtek és folytatódtak ebbe a klubba. Ebbe az évbe az a megtiszteltetésért, hogy én lehetek a klubnak az elnöke. Ez elég sok plusz feladatot ró rám is, meg hát ennek következtében is elég sok segítséget kapok a klubtagoktól, főleg akik már ilyen pozíciókat betöltöttek régebben is. Idén a szokásos október 23-ai séta volt az első nagy rendezvényünk, most pedig éppen a adventi forradborosztásra készülünk, ez hétvégén indul is ez a program. Ez mindig egy ilyen jó csapatmunka, és erősíti a barátságokat, nem beszélve arról, hogy hát az összegyűlt összegeket jótékony célra fordítjuk. Általában ez a adventi program, ez a gyermekotthonok javára megy ez az összeg, ami itt összejön. Ez karácsony előtt ez mindig olyan szívmelengető érzés, hogy a gyerekek hogy fogadják azt, hogy hát nyilván nekik meglehetősen szűkösek a lehetőségeik, és hát valami segítséget mi is tudunk adni nekik. A Rotary Klub számomra összetartást jelent. Az alapítók, mint tudjuk, annak idején létrehoztak egy szervezetet, hogy gondoljanak azokra is, akik az élet árnyékos oldalára kerültek. Ennek a magyar adaptációja a Magyarországi Rotary Klub, illetve a Soproni Rotary Klub. A Jóisten nem adja meg mindenkinek azt, hogy az életben minden, amit a környezetünk diktál, azt megkapjon. Vannak bizony szegényebb emberek, sanyarú sorsú emberek is. Ez a társaság
azt hivatott szolgálni, hogy megkísérelje a saját eszközeivel azt, hogy ezeken az embereken segítsen. A segítség, mint tudjuk, az két irányú. Egy oldalról, aki bajba kerül, annak muszáj adnunk, ha úgy tetszik, ahogy a Bibliában is meg van írva, adunk számára halat. Tehát, hogyha kell, akkor anyagi segítséget nyújtunk embereknek. Segítjük a tanulását, segítjük az oktatását. De a legfontosabb dolog, hogy a Rotary Klub és a tagjai az életvezetésükkel úgymond példát tudnak nyújtani, adni a tágabb értelembe vett közösségüknek, és rá tudnak mutatni arra, hogy hogy kell élnünk az életet, mik azok a kapaszkodók az értékrend, és azon túlmenően pedig hitem szerint a legfontosabb az előbb említett példának a másik oldala az, hogy az embereknek hálót adjunk. Tehát nem jó megoldás, hogyha elfogadjuk a fennálló helyzetet, és beletörődünk abba, hogy igen, az életben lesznek, vannak olyan emberek, akik hátrányos helyzetűekké válnak. Lehet, hogy ezt nem lehet teljes egészében kiküszöbölni, de hiszem, hogy minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy minél kevesebben kerüljenek ilyen helyzetbe, hogy segítségre szorulnak, és itt pedig az oktatás, a nevelés, az értékrend mutatás. Ha úgy tetszik, nem találtuk fel mi a spanyol viaszt, ezt már az ókori bölcsek is megmondták, hogyha arra gondolunk, hogy az életben kell ugye bátorság, hogy Arisztotelész mondta, szükség van arra, hogy mértékletes módon érjünk, prudens, körültekintő módon és igazságosan. És hogyha tovább megyünk, akkor igenis itt van a helye a keresztény alapvetésnek, hogy mindaz, amit mi teszünk, azt tegyük hittel, szeretettel és bizalommal, és reménnyel. Hit, remény, szeretet, így lenne igazából ez helyes. Sopronban és talán máshol is a Rotary Klub az baráti alapon szerveződik. Ez egy nagyon-nagyon fontos argumentum ennek a klubnak. A mai fogyasztói társadalom nem barátja a közösségek szerveződésének. De hála jó Istennek nálunk, hogyha nálunk is persze vannak hullámok, nem mindig ugyanazzal az intenzitással, de kialakulnak olyan emberi kapcsolatok, amik szintén példamutatóak a közösség számára, hiszen nem az egyén tud értéket teremteni, hanem mindig az egyénekből álló közösség. És talán nem szerénytelenség az sem, hogyha megemlítem, hogy büszke vagyok arra, hogy ez a ház több civil szervezetnek, köztük a Rotary Klubnak is, a mi klubunknak otthont ad. 1996 óta idestova ki is kell számolnom, ez már több mint 26 év, hogy mi adunk otthont ennek a klubnak. Ez egy örömteli dolog, és boldog vagyok, hogy a barátaim itt leltek otthonra, és a klubunk, hogy úgy mondjam, hivatalosan szintén a Perkovász házba van bejegyezve. Az egyébként testvérklub, Lions Club mellett, vagy éppen megemlíthetném a Kitájbel Pál Asztal társaságot, a helytörténészeket és a Perkovász ház baráti körét is. Simka Emil vagyok, 1999 óta vagyok a Rotary Klub tagja, nyugdíjas házi orvos vagyok, 2021-ben fejeztem be a orvosi tevékenységemet. 99 valamikor a kora tavaszán megkeresett két soproni barátom, és azt a beszélgetés során azt a kérdést tették fel, hogy mit tudok én a Rotaryról. És a Rotaryt, mint civil szervezetet valamikor a rendszerváltás idején hallottam a Lions-szal, a Szor Optimist-tel együtt, és úgy különösebben mélyen nem tudtam róluk semmit, csak valami felszínes ismereteim voltak, annyit tudtam, hogy jótékonysági szervezet, de úgy különösebben a tagokról, tehát egy kicsit olyan misztikus volt a rendszerváltás előttihez képest.
egy civil szervezet, és akkor barátaim elmondták, hogy ez a szervezet, vagy ez a klub és egyesület, inkább azt mondom, hogy klub, olyan feladatokat, illetve olyan célokat tűz ki, hogy arra rászoruló embereknek úgy segít, hogy azok a bevételek, amiket a klub a rendezvényen keresztül és a akciói során megkap, azok olyan emberek, szervezetek kezébe jut, akik ezt valóban megérdemlik. Tehát maga a pénz vagy az adomány az nem, kézenködő nem vész el. Kérdeztem, hogy és mégis valamilyen adományozási célt, vagy adományozási projektet, vagy eredményt, hogy tudnának-e mesélni, és akkor elmondták, hogy például nyomatékot adjanak ennek a klubnak a tevékenységre, de elmondták, hogy az Egyesült Államokbeli klubbal közösen Csicsókeresztúron támogatnak egy gyermekotthont, amit egy katolikus plébános parókiáján alakított ki maga a plébános úr, és a klub évek óta ennek a otthonnak a működését támogatja, és mondtam, hogy ez annyira szép és nemes dolog, hogy valahol úgy érzem, hogy itt a helyen. És 99-ben felvettek a klubba, ami neki végtelen örültem, és nagyon sok értékes embert ismertem meg, barátokat, akik azonos elveket, értékrendek szerint élnek, azonos elveket vallanak, és úgy gondolom, hogy jó helyen vagyok. Néhány év után megbízást kaptam egy előadásmesteri pozícióra, és 2010 és 11 között pedig Sándor Péter barátunk, aki sajnos már néhány klubtársunkkal a Mennyországban figyeli a mi tevékenységüket, az angyalok kísérik őket. Őtőle vettem át az elnökséget 2010-11-ben, ami nagy feladatokat rót nem csak rám, és nem elsősorban rám, hanem a klubtagságra. Akkor alapítottuk a klubunk, az ifjúsági szervezetünket, a Rotaraktot 2010-11-es évben. Akkor tartottuk a 20 éves charterünket, ami ugye 1990-ben volt az alapítás a klubnak, de 91-ben volt a charter, azaz a beavató ünnepség. A Eisenstadti klub alapított minket, és ez a 2010-11-es év az a többi év mellett is nagyon emlékezetes volt, hiszen nagyon sok sikert, adományt, sikert és adományt tudtunk begyűjteni, és azóta is örülök, és úgy elégedett vagyok a sorsommal, hogy itt lehetek ezek között az emberek között. Mándli Istvánnak hívnak, idei évvel csatlakoztam a Rotaryhoz, meg is kaptam ebben az évben a titkári tisztséget Szarka György elnök úrunk mellett. Kihívás. Egy szóval így mondanám a Rotary klubot, hogy egy kihívás. Én világéletemben közösségi ember voltam, kicsit itt kerestem a helyemet, nem soproni vagyok, és egy baráti invitálás révén került képbe a Rotary klub. Azóta ennek a motoros szekciójának is aktív tagja vagyok, Soproni klubba is sikerült belépni. Egyelőre még a munkás részében az jótékonykodási oldal, vagy az adományozási oldal az most fog következni. Most lesz az első, amikor igazán a mélyét átérezhetem szerintem ennek az egész klubnak, hogy milyen is az, amikor adni tudunk valakinek, amikor a kapcsolatainkat, a saját erőnket, a tudásunkat felhasználva segíthetünk a rászorulókon. Egy olyan baráti társaságot jelent, hogy egy olyan közösséghez tartozni, akik igazából építő jellegű jót akarnak az embereknek, segítő szándékkal. És hát
én azt megtaláltam benne azt a baráti kört, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Én 1994 óta vagyok tagja, vállalkozó vagyok, és hát azt látom még, hát az is a Rotary Klubnak egy ilyen, úgymond irányelve, hogy minden szakmából, tehát minden rétegből, úgymond szakmai rétegből legyen egy-egy prominens személy. Hát engem választottak, hát biztos lett volna más több is bennük. Én nagyon örültem, mikor megkerestek, és hát nagyon aktív voltam, meg hát mai napig is megpróbálok aktív lenni. Bár most már a fiatalok azért nagyon sok mindent átvettek a kezünkből, de hát azért még háttérben dolgozunk. 2007-2008-ban én voltam az elnök, én voltam az első elnök, aki a Magyar Disztrikthez tartozás utáni időben én voltam az első elnök. És hát ugye van egy olyan szlogán, hogy adni nagyobb öröm, mint kapni. Hát ez tényleg így van, és nagyon sok mindent szerveztünk, sok koncertet, rendezvényt, aminek a bevételét fel tudtuk ajánlani olyanoknak, akik erre rászorultak. Tovább tanulónak, zenét tanulónak, külön szervezeteknek, akiknek úgymond nem tellett rá, igazából csodát mi se tudunk tenni, de úgy gondolom, hogy sok kicsi sokra megy, és hát valamit tudtunk segíteni. És ez egy jó első érzés, mikor az ember oda visz egy nevelőotthonnak egy csomagot, vagy egy karácsony ajándékot, és úgy hát azt hogy fogadják, vagy Erdélybe gyerekeknek, akik ilyen nevelőotthonban vannak, és olyanhoz jutnak, amihez úgy nem jutnának, mert olyan sorban élnek, és ez egy nagyon jó érzés, úgy gondolom, hogy egy szívet melengeti.